Éld meg a Rotaryt, és változtass meg életeket. Így szól a világelnök jelmondata, ami nem egyszerűen a barátságra, a szolgálatra, a példamutatásra, a toleranciára, az önzetlenségre, a sokszínűségre és az egységre utal, hanem arra is, hogy a rotaristák ezen alapelvek szerint éljenek. Az országos kormányzó EGRI látogatásán kiemelte, fő feladata a jelenlegi 1040-es taglétszám növelése. Elmegyek, és azt jelzik, hogy 2-3 ember terveznek fölvenni. És meghallgatnak, és azt mondják, jó, akkor nem 2-3-at, amit elmondtam, hanem fölveszünk 10-et. Na most ezért úgy érzem, hogy valóban tudom őket lelkesíteni, de nem én tudom megoldani, nem én tudok több rotaristát csinálni. A rotari klubok tudják ezt megtenni, nem én. Az EGRI-ek elmúlt évi munkájáról Szabó Csaba elnök számolt be. A Rotary Bálból, az adventi bormérésből és a tagok felajánlásaiból 600 ezer forintot tudtak fordítani különböző célokra. Vásároltunk 16 darab csecsemőlégzés figyelő készüléket, amit az EGRI védőnöknek átadtunk. Támogattuk 10 középiskolás gyermeknek a nyelvvizsgadíját, ez is egy ilyen 250 ezer forintos nagyságrendben, és ebbe az évbe tervezünk a kórház gyermekosztályának szintén a segítését, támogatását, majd maradnak szintén a középiskolásoknak a nyelvvizsga támogatása, és folyamatban vannak még az idei évi projektjeink. A taglétszám eddig 17 fő volt, ami Dobi Imre felvételével most már 18-ra nőtt. Az EGRI elnök ígéretet tett arra, hogy a július 1-jéig tartó időszakban igyekeznek tovább növelni a taglétszámot. A gyűlés végén dr. Halmos Béla nyugdíjas főorvos, a Rotary Klub Eger egyik alapító tagja, az eddig végzett önzetlen munkájáért a Szent Györgyi Albert Rotary díjat vehette át. Hát, mi civil szervezet, nekem ez kikapcsolódás a munkám után, bár most már nyugdíjas vagyok, azért még dolgozom, és azért szeretem, mert tényleg úgy van, hogy önzetlen, segíteni akarás. Egerben 2004-ben alakult a klub. A 10 éves jubileumot együtt a miskolctapolcaiakkal a Lila Füredi Palota szállóban ünneplik majd. Mint elhangzott, a tervek között szerepel a Gyöngyösi Klub megalapítása is. Ehhez az EGRI-ek minden segítséget megadnak.